Közös szolgáltatásra kerül sor. Nagy szabású ellenőrzési akció a Velencei tó kapuja beruházáson. A rendőrség a társhatóságokkal közösen dolgozik a rend és a szabályok betartatásán. A rendőrség az esetleges szökést akadályozza meg a kapuknál, és most ebben segít a pénzügyőr kolléga is. A rendőr kollégákkal biztosítjuk a helyszínt, amíg a munkaügyi felügyelőség, valamint az idegenrendészet elvégzi az ellenőrzés az építkezésen. Miért van szükség egyébként a helyszín biztosítására? Hát arra, hogy esetleg illegális munkavállalók tartózkodnak az építkezésen, ne tudjanak megszökni az ellenőrzés elől. Jelenleg raktárhelyisége van? Majd egy közös ellenőrzést hajtanak végre egy velencei tóparti büfében. A vámhivatal munkatársa az autóban és az eladó térben is megvizsgálja a szeszes italokat, az egység vezetőjének pedig számlával kell bizonyítani ezek eredetét. A vendéglátóipari egység ellenőrzése szúrópróba szerint lett kiválasztva. Az ellenőrzés során a jövedéki termékek származását igazoltuk, valamint a pénztárgépek meglétét és a raktárhelyiséget ellenőriztük. Az ellenőrzés során jogsértés került megállapításra, de az eljárást a fehérvári igazgatóság fogja lefolytatni. A raktárhelyiségben található jövedéki termékek bontatlanságát kell ellenőrizni, valamint azt, hogy az eladott térben egy literes termékből fajtánként csak egy lehet megbontva az ellenőrzés idejében, valamint a árusításkor. Mindenképpen jövedéki termékek esetén a származást igazoló számlákat a helyszínen kell, hogy tartsák a gazdálkodók, valamint 2009-től ugye standolniuk kell havonta, és ehhez tartozó szabályzatot is a helyszínen kell, hogy tartsák, és pénztárgépek kell, hogy rendelkezzenek. Nem tételeztem semmi rosszat. Egy másik vizsgálat szintén egy vendéglátóhelyen. A kis kocsmában most mindent rendben találtak a szakemberek. 2 évvel ezelőtt is helyben rendben volt, meg azelőtt is. Hát a tandíjat azt megfizettük, de hát ez mindenkinél előfordul. Mi történt akkor? Hát akkor egy olyan történt, hogy volt vendégem, aki 1,5 évet ivott, tehát és nem fért a hűtőbe, csak egy 2 decis üveg. És úgy abba hűtöttem. Hát ez nem lett volna szabad. A NAV munkatársai a jövedéki terméket vizsgálják a velencei tóparti vendéglátóhelyeken. Az egy rendőr, egy pénzügyőr elnevezésű akcióban június közepétől egészen augusztus végéig egy rendőr és egy pénzügyőr teljesít közös szolgálatot. Hál' Istennek nem sok olyan esemény volt még, ahol a ellenszegültek volna esetlegesen a NAV munkatársai felkérésének, tehát az ellenőrzések végrehajtásában a vendéglátósok, de minden esetre megnyugtató nekünk is, hogy egy szakember áll a rendőr mögött. A kapitányság nem csak a NAV-val, hanem a bevándorlási hivatallal és a megyei kormányhivatal szervezeteivel is összehangolja munkáját. Számtalan közös ellenőrzést terveznek erre a nyárra is.